Utoljára 2010-ben volt olyan magas a vízszint a Tisza felső szakaszán, mint idén januárban. Az árhullám ugyanakkor egy jó visszaigazolás volt a térség vízügyi igazgatósága számára, hogy az újonnan épült töltések jól bírják a megnövekedett víztömeget. Ez az eset is rámutatott, hogy szükség van a töltésfejlesztésre és a régi műtárgyak megújítására, cseréjére. Ezt szolgálja a Feti Vizik egyik projektje is a Tisza és a Túr mentén. Köszöntöm a stúdióban Dajka Istvánt, a Feti Vízik osztályvezetőjét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan kell elképzelni ezt az árhullámot, ami januárban érkezett, és tegyük hozzá, hogy számítani kell most már ilyen gyors árhullámokra, ami például nyáron is történt Nyugat-Európában? Igen, itt erre mifelénk, a Felső-Tiszán gyorsan érkeznek általában az árhullámok, a kicsik is, csak azok ugye majd érben maradnak itt. Itt ez a januári árhullám azért volt érdekes, mert ugye több jött, mint amit jeleztek előre. 30 mm fölött volt az átlag területi csapadék, és hóolvadás is volt emellett. Így a vártnál ugye magasabbra emelkedett a vízszint, és Tiszabecsre jó nappal később érkezett a tetőzés, mint Rahón. Az egy nap ugye az nem sok. A szintje pedig a harmadfokú szintet is elérte, igaz, nem rendeltük el, de éppen csak meghaladta. Fontos tudnunk, hogy gyors levonulásúak a vizek, ugye az olvadással, az esővel, azt követően egy erős lehűlés következett, így a gyors apadás is megmutatkozott ennél az árhullámnál, tehát láttuk, hogy a zsilipek közt beregi tározó feltöltő műtárgya, lerűtő műtárgya is ugye megkapta ezt a terhelést, de nem volt különösebb probléma, csak elgondolkoztunk azon, hogy ha jóval nagyobb jött volna, akkor se állt volna rendelkezésre ennél sokkal több idő, és cselekedni gyorsan kellett volna. Viszont visszaigazolódtak azok az eddigi fejlesztések, amit az utóbbi években a Feti Vízik megtett, megépített, töltése, erősítés, műtárgyak erősítése. Igen, azokon a szakaszokon, ahol már kiépült, akár legutóbb 2019-ben, vagy azt megelőzően a 2000-es évek első éveiben, ott nem volt különösebb probléma. Ez a víz éppen elérte a töltés lábát, vagy egy minimális terhelést adott a töltésnek, ott a zsilipek is állták a sarat. Tehát ha még lett volna 3 méterre magasabb a vízszint, az is könnyen, tehát könnyű lett volna azt is kivédeni, úgy gondolom, mert nem lett volna szükség magasításra. Hol mutatkozott meg az, hogy igenis itt a közeljövőben gyorsan cselekedni kell? Ahol ugye felső szakaszon vagyunk, Vásáros, ami fölötti Tisza szakaszon, itt meg még följebb a Gulács, Tivadar, illetve onnan Tarpai ország határig húzódó Tisza jobbparti töltés, illetve a másik oldalon a Kisartól Tiszakóródig, a Túrig, onnan fölfelé már kiépült a töltés 19-ben, és hát a Túr alsó 11 kilométeres szakasza, amelyik a Tisza visszatúzasztása miatt fontos, hogy meg legyen erősítve. De ez a közel 40 kilométeres töltés szakasz van most fejlesztésre előkészítve, és minden bizonnyal majd el is indul a projekt, ha a KEHO Plus operatív program pályázati kiírás is megjelenik. Milyen műtárgyak szerepelnek ebben a projektben? Nyilván, hogy ebben a 40 kilométerben eső zsilipek, 4 zsilip van, 2 nagyobb, a Nagyri Petőfi zsilip és a Sonkári Osztó zsilip, meg 2 kisebb, amelyek a nagyobb töltés szelvényben már nem felelnek meg, hiszen statikailag nem lennének állékonyak. Ezeket el kell bontani, a meglévőt is egy teljesen újat, egy modernet kell felépíteni, modern elzáró szerkezetekkel, mozgató szerkezetekkel, és hát itt a vízrajzi monitoring állomás is kiépül egyúttal. Hol tart most ez a projekt? Tervezés alatt, vagy már akár közeledik a kivitelezés?
Ugye ez egy nagy projekt, mert 40 km töltésfejlesztés az nem kicsi. Kivitelezési szempontból ez nem egy nagy projekt lesz, ugye előkészítés szempontból ez még egy tervezés még zajlik, tehát illetve az engedélyezés pontosabban a túri töltéseknél még nem zárult le. De egyúttal már kivitelezői ajánlati felhívásokat is közzé tettek, és a napokban van a beadási határidő, és majd ez ilyen feltételes közbeszerzés. Ezzel már elég jól tudni lehet, itt a Tisza vonatkozásában jobb és bal partra van két, vagy ilyen felhívás, illetve majd lesz a túra is, hogy milyen kivitelezői árajánlatok jönnek, és ebből majd lehet jól kalkulálni, hogy a pályázatban, amit majd benyújtunk, milyen árakkal kell szembesülni és pályázni. Igényel-e valamilyen másfajta beruházást vagy szemléletet az, hogy itt akár villámárvizekre is fel kell készülni? Tehát, hogy nem egy lassan érkező, van idő még fogadni azt a vízkészletet, ami érkezik, vagy pedig itt egy-két nap alatt jön egy nagyon gyors árhullám? Érdekes, mert a számítások körülbelül 10 évvel ezelőtt ukrán kollégákkal, meg hát magyar szakemberek, ukrán szakemberek közösen végezték új módszerrel, hogy mégis itt milyen vizek várhatók. Ugye itt már lehet modellezni, lehet szimulálni az árvizeket, és még az időjárási szituációkat is lehet kombinálni, olyanok, amelyek még nem is voltak is. És hosszú idősort lehetett így előállítani és elemezgetni, és ebből az jött ki, hogy igen, annak ellenére, hogy a meder süllyed, a Tisza medre a felső szakaszon azért az évtizedek alatt mélyül, mégis a vízszintek, az árvízszintek emelkednek, és ez a tendencia ez nem fog változni, mert egyszerre sok csapadék leeshet, különösen ugye márciusban, az a leggyakoribb árvizes hónap, amikor hóolvadás is társulhat emellé, és akkor bizony csúcsokat dönthet az árvíz, és az új számítás azt igazolta, hogy új mértékű árvizeket kell nekünk meghatározni, és ez lett a korábbiaknál magasabb. A 2001-es vízszintnél körülbelül hát 1 méterrel magasabbnak kell ezt elképzelni, és a töltések még e fölé 1 méterre épülnek ki. Tehát ha a 2001-es árvíznél magasabb jön 1 méterrel, akkor is még bőven lesz biztonság. Ha 2 méterrel jön magasabb, akkor színel a töltés kolonával, és akkor kell utána kell magas tenni. De hát azért lesznek a tározók, meg vannak, hogy majd ezeket a többletvizeket majd oda tározzuk, és azzal csökkentsük a vízállást. Tehát igen, a villámárvizek, különösen az ukrajnai, kárpátaljai, erdélyi területeken, a domvidéki vízfolyásoknál ott feltétlenül megvannak, meg is lesznek, és az itt gyűlik össze, és halmozódik akár egy nagy árhullámmal a mi területünkön. Ez a fejlesztés, amit most van pályáztatás alatt, illetve tervezés alatt, ez mikorra valósul meg? Ugye ez a 2021-ben kezdődő új pénzügyi ciklusnak a projektjei lesznek, és 2027-ig nagy valószínűséggel meg is valósulhat. Így van elképzelve. Hát van is esély rá, hiszen ez az árvízvédelmi projektek közül ebbe a ciklusba a legelsők lesznek. Milyen árvízbiztonsági szintet várnak ettől a projekttől? Hát én, mint osztályvezető, ha ez megvalósul, akkor sokkal nyugodtabb leszek én magam is, de hát a kollégáim is, és hát a térségben élőkre is vonatkozik ez, hiszen ha meghalljuk, hogy 800 cm tiszabecsen, ez várható, ugye ez magasabb, 60, jó 60 cm-rel, mint a 2001-es, és akár mennyi is jön a Szamoson vagy a Borzsán, ami ugye ez alatt torkolik be, ezekkel a szakaszokon már nem kell olyan nagyon védekeznünk, mert a töltések fogják bírni. De ez alatti szakaszokon ott lesz, mint tenni bőven, úgy gondolom. És majd idők során majd ott is lesz fejlesztés, folytatódni fog tovább, mert ez talán soha nem fog megállni teljesen. Dajka István, reméljük, hogy minél kevesebbet kell majd izgulni 2027-ig, azután pedig talán már hátra is dőlhetünk. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Szívesen.
készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.